Sonkád. Sonkád református közössége igen jelentős volt, olyannyira, hogy 1595-ben már a Beregi Egyházmegye egyik legnagyobb gyülekezeteként tartották nyilván. A 16. században a korszak egyik jelentős birtokosa, Csahói Ferenc a legnagyobb úr a településen, így a templom kegyura is. Csahói Ferencről Mélius Juhász Péter úgy emlékezett meg 1568 táján, mint a református egyház nagy jótevőjéről. A csahóiak reformált vallásra való áttérésük után változtatták meg a templom belsejét, amely aztán a 18. században esett át jelentős átalakításon. Ennek legfőbb oka az 1717-es tatárbetörés volt. A településsel együtt gyújtották fel a templomot is, amelynek ekkor semmisült meg tetőszerkezete és a szentély gótikus boltozata. A templom helyreállítása viszonylag későn, az 1750-es években kezdődött, amelynek egyik fénypontja az 1766-ban festett kazettás mennyezet és karzat elkészítése volt. A szószék 1773-ra készült el, a korábbi karzat elemeinek felhasználásával, 1795-ben készítették a ma is meglévő L alaprajzú karzatot. A nyugati torony építésére a 19. század elején került sor. A déli bejárat előtt fából készült, nyitott előcsarnok védi a mívesen kiképzett, kőkeretes, gótikus kapuzatot. A templom néhány éve közelebb állt a teljes pusztuláshoz, mint bármikor az évszázadok során. Ekkorra a templom már olyan rossz állapotban volt, hogy istentiszteletek megtartására sem volt alkalmas. Az 1990-es évek közepén induló munkák során kiderült, hogy a falak felületei és a lyukas mennyezet valódi kincseket rejtenek. A restaurálás nyomán ma hasonlóan gazdag színekben pompázik a szószék, az életfa motívumokat ábrázoló karzatok és a padok. A falakon is nagyon szép, különböző korból származó falfestések váltak láthatóvá. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal által helyreállított gótikus épület 1998-ban Európa Nostra díjban részesült. A reformátusok templomai egyszerűnek, dísztelennek tűnnek a képekben, szobrokban gazdag katolikus vagy ortodox templomokhoz képest. Calvin János tanítása alapján Istent nem lehet képekben megragadni, ugyanis láthatatlan. A templom ezért Isten iskolája kell, hogy legyen, ahol nem a gondolatokat félrevezető képek, hanem a Szentírás tanítása foglalkoztatja a gyülekezetet. A reformáció tehát a művészetet nem szorította ki a templomokból, csupán másképp engedte kibontakozni, és új szabályaival inkább az ornamentikának kedvezett. A reformáció előtti régi hagyomány folytatása a belső és külső falak festett díszítése, ami ugyan nem figurális, mint a középkori freskók, de felfogásában nem különbözik a középkori megoldásoktól. Igen, kívül is festettek voltak a templomok. Erre éppen Sonkád az egyik legjobb példa, ahol valamennyi megmaradt a külső festésből is. A falakra festett növényi ornamentika a fa mennyezeteken folytatódik. Ezek, mint nyelvünk is mutatja, mindig az égboltot jelképezik. Ezért gyakran az égitestek jelennek meg rajtuk, máshol bibliai szimbólumokat találunk, de leggyakrabban kizárólag növényi motívumok díszítik a kazettákat. Szimbolikus jelentése van ennek is, a paradicsomkertre emlékeztetve borulnak a gyülekezet fölé. Az igényes festőasztalosok számára követelmény volt, hogy minden kazettát a többitől különböző virágozással fessenek. Mivel a protestáns gyülekezetek mindig sokkal szegényebbek voltak, megőrizték régi templomaikat. Nem is annyira a szegénységnek, hanem sokkal inkább a régiek iránti tiszteletüknek és a gondosságuknak köszönhetjük, hogy a festett fa mennyezetek máig fennmaradtak.